Üdvözlök mindenki, Necrogrim vagyok, Jesszus Mária, overhyped vagyok, hogy őszinte legyek. Elindult a Tenokon, és Twitchen ugye lenyomták az első órát, azt kell, hogy mondjam, lehetett S-Prime-ot kapni, de nem az a lényeg, kit érdekel a kurva S-Prime? Baszki, és meg kell kérdezzem magamtól, hogy ez egy ingyenes játék? Jesszus Mária, amit ott láthatunk. Minden, amit itt most mondok, spoiler alert, hát nem akkor a spoiler alert, mert elmentek Twitch-re, link a videó leírásában is végignézhetitek az egész műsort, de szeretném nektek nagyjából összefoglalni, hogy mit láttam, nem is összefoglalni, inkább kibeszélni magamból a hype-ot, mert azt a rohadt úr istenét. Amit láttam, egyrészt nagyon jó volt, másrészt természetesen lesznek hátul ütői. Mind a kettőről fogunk beszélgetni, és egy kicsit megpróbálunk beszélni arról, hogy mire számítsunk, és mire készüljünk fel, amire bejön ez az egész dolog, hogy ne egy ilyen, hogy is mondjam, letolt gatyával kapjon el az egész történet. De most mondom nektek, srácok, készüljetek fel, mert nem kevés lesz. És mindjárt rátérek, hogy micsoda nem lesz kevés. Nos, akkor gyorsan átérzünk a kötelezőkön, jó? Volt egy Nyx Deluxe skin, volt egy Nidus Deluxe skin, le a kalappal, kurva jól néz ki. Nagyon-nagyon jól, nagyon tetszik, hogy őszinte legyek. Ugye volt az új Warframe-ről szó, a Revenant-ről, ott már láthattuk sokszor, és egy újabb Warframe-ről van szó, aki Garuda névre fog egyelőre Garudára hallgatni, nagyon még sokat nem árultak el róla, de ezek lesznek majd a jövőben, egy kis Wobandelux skin. És persze utána rátértek a Lényegre című történet, és bemutatták végre bemutatták Vénuszt. És íme egy-két kép koncepció a fegyverekről, amelyek ott lesznek, szóval ez így nagy vonalakban, hogy ti is lássassátok, hogy mi van. Elég jól néznek ki, és ugye itt jön a hátulütője a Vénusznak. Nem fogok nektek gondolom újat mondani azzal, hogy ez is egy übermasszív grind lesz, szóval készüljetek fel, mert egy Poe-nak egy képmása. Konkrétan fogtak egy skint, és egy új skint húztak a Poe-ra. A rendszer ugyanolyan lesz. Bounty-kat kell felvegyél, és azon belül kell farmoljál. Fegyvereket kell összerakjad, ezúttal nem zavokat fogsz összerakni, hanem elsődleges és másodlagos fegyvereket fogtok összerakni, és mindehhez természetesen ki kell majd farmolni ezt a bizonyos nyersanyagot. Úgyhogy gyerekek, kapaszkodjatok meg, mert valószínűleg legalább egy ugyanannyi farmolás mennyiségnek nézünk elébe, mint a Place of Eidolonon volt, szóval ez a része nem lesz kevés, hogy őszinte legyen. És persze utána jött a velős rész, hogy őszinte legyek, végre nem csak egy trailert láthattunk a Vénuszról, hanem frankó gameplayt is, és le a kalappal, hogy őszinte legyek, rohadtul jól néz ki. Beszéltük is teljesen, hogy valószínűleg a grafikusok megizzadtak, amire reskint ráhúzták, amit Poe-ra csináltak, de ugye rászkinelték Vénuszra. Így az elsőre így az emberek egy ilyen, mikor így kimentek a magára, a nyílt terepre, kicsit olyan érzésem volt, mint hogy a Poe lett volna télen, de ahogy egyre bejebb haladtak, azért feltárulkozott ez a Vénusz világa, mondhatni így, és nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon odaszós, hatalmas terek vannak, hatalmas épületek, építmények vannak, és az egésznek egy nagyon-nagyon jó érzetet és hangulatot ad a gameplayben. Természetesen mint mondtam, egy régi bounty rendszer lesz, annyit újítottak rajta, hogy nem kell visszamenni mindig a bázisra, valószínűleg a terület annyival is nagyobb, hogy elég durva lenne, hogyha folyton vissza kellene menni a bázisra. Lesz léggördeszka, yay! Ez egyébként móka poén, tehát hogyha ilyen légdeszkázásod kedved, vagy támad, vagy úgy gondolod, de Warframe fasz a gördeszkázós játék, mert a Tony Hawk az már nem menő, akkor ezt is el tud itt játszani. Című történet. Lesz benne vadászat, de a vadászat úgy fog kinézni, hogy állatokat kell megmentsünk, mert hogy
A bolygónak ezen részére állítólag, tehát a történet szerint most költöznek vissza már ilyen őshonos fajok, amelynek egy része ugye kihalóban volt, és ezeket kell megmentsük, amit mindig elő kell csalogatni, és egy altató fegyverrel lelőni, és akkor megmented. Na, de nem ússzuk meg a halászatot is az Isten szerelmére. Jep, nem ússzuk meg a halászatot, lesznek ilyen technohalak. Hogy is mondjam, tehát lesznek ilyen elektronikus halak. Hogy is fogalmaz a Steve, hogy talán Steve fogalmazott, hogy valamilyen elektronikus halak lesznek, vagy valami ilyesmi, de lesz halászat. Mert azt tényleg kell. És, eddig eljöttük, nagy pókok lesznek. Kicsit úgy néznek ki ezek a nagy pókok, mint aki játszott az új Doom-mal, a boss a végén. Az új Doom-nak a végén volt ez a nagy pók boss-szerűség. Na, tökre úgy néznek ki, lehet, hogy onnan is merítették az ötletet. Vannak kicsik, és van egy a baszott nagy, amit csak megmutattak, de azt mondták, hogy nekünk kell rájönni, hogy hogyan kell majd ezt kivégezni. Hát, jobb, nem rossz, hölgyeim és uraim, eléggé jól néz ki, de... és eddig úgy voltunk, hogy beszéltük a teljesen is, bocsánat, Discordon, és úgy voltunk vele, hogy jó, hát itt semmi újat nem láttunk, leszámítva az egész újdonságot, ugye, lesznek enemik, lesznek bountyk, és így, jó, rendben van, oké, legyünk, farmolunk ezerrel, megint jól néz ki minden, gameplay szokásos, igényes minőség, ahogy kell, ahogy elvárható, és mindez egy ingyenes játék, Tobis, please, a Destiny nem nyújtott ennyit, egy 90 eurós játék, mert a DLC-stől megvettem, és ez csak az első év, nem nyújtott ennyit, mint a Warframe, konkrétan készül nyújtani mondjuk csak a Poéval és a Vénusszal együtt véve többet nyújtott, mint a Destiny teljes játékban, és nem beszéltem még ugye a Warframe alap részéről című történet. Szóval itt még nem ért végig a csúcs, baszki, hát egyszer csak megjelenik egy űrhajó, és kiderül, hogy abba az űrhajóba bele lehet szállni, what the fuck, azt az űrhajót vezetheted, és azzal az űrhajóval egy ilyen mini raidet lehet csinálni, minimum ketten kellenek hozzá, de úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kis mini raidecske, ahol vezethetsz frankon egy űrhajót, amivel szét kell lőni a korpusz űrhajókat, és lesznek keveredve lesz az egész Archwing-gel, az űrhajóban, amit vezetsz, mozogni lehet, külön irányítása van az űrhajónak, és ahhoz annak ágyóihoz, az irányítónak, és külön, akik még ott vannak veled az űrhajót, beszállhatnak külön ágyúhoz, plusz lehet valaki egy ilyen, lehet még valaki, aki egy ilyen központosított részen az űrhajónak a HP-ára figyel, egy nagyon jól megoldott szisztéma, szerint csak egy ilyen kis ide-oda húzogatóssal el tud dönteni, hogy a fegyverzetre menjen több energia, vagy a pajzsra menjen több energia, egy nagyon jó, érdekes koncepciót találtak el, de a tény, hogy az enemy felszállhat a te űrhajódra, és azokat ott le kell győzd, el kell oldd a tüzet, amit ugye a robbanások okoznak az űrhajódon, miközben ugye valaki ott vezet, szóval egy egész jó co-op lényegre épülő játékocskát láthatunk, egy ilyen mini raidet, majd aztán a társad kiszáll az űrhajóból, felveszi az Archwing-ét, Archwing-el átrepül a korpusz űrhajóba, és közösen együtt működve hajtják végre a feladatot az, aki az űrhajóban van, és ugye az, aki a korpusz hajóban van. Nem tűnt hosszúnak a játék, de kurva jónak tűnt, hogy őszinte legyek. Elég komoly vállalkozás, amibe belefogtak, és a végig gondolom, hogy úgy indult a Warframe, hogy annó, mikor Steve-ék elkezdték, megcsinálták a játékot, és megpróbáltak kiadót keresni rá, és mindenhol visszautasították őket azzal a szöveggel, tehát az egyik legtipikusabb szöveg az volt nekik, hogy ez az egyik legszebb játék, ingyenes játék, amit valahol láttam, és lehetetlen lesz fenntartani, mert hogy ezt a játékot update-elni lehetetlen lesz. És ezek megcsinálták, kiadták a saját játékukat, ingyenes lett, és ez a játék kinőtt ide, hogy itt láthatunk, és mondhatni, hogy mindezt röpke 5 év alatt,
mert hogy azért, ha belegondolunk, egy játék fejlesztése évekbe telik, sok játék 3-4 évig készül, és ugye pár órás szórakozást nyújt, és ezek 5 év alatt eljutottak ide, és mindez egy ingyenes játék keretében, hát eldobom az agyam, hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon-nagyon tetszett, amit láttam. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy amit láttam, az egy demo, és a legjobbként van eladva. Félreértés ne essék, lesz grind bőven, és fogunk mi még sírni ezért a grindért, hogy őszinte legyek, hogy ennyit kell csinálni, és lehet, hogy egy csalódni fogunk ebben a kis mini küldetésben is, akár mennyire jól nézett ki, lehet, hogy csak ilyen rövid küldetésecske lesz, és ennyi, semmi más nem kell vele csinálni, nem lesz egy komolyabb raid belőle, vagy ilyesmi, de majd kiderül, hogy őszinte legyek. Szóval, ja, várjuk szeretettel, mert ez egy ingyenes játéktól több, mint amit én el tudnék várni, hogy őszinte legyek, és wow, le a kalappal. A végére természetesen jött a meglepetés, és láthattuk az új Cinematic Quest trailerét, folytatását a mostaninak, ahol röviden leírva, mi történt, a Sentientek szont nagy háborúra készülnek, de a lényeg nem ott van, és most elmondom nektek a lényeget, spoiler-al szólok, hogy mi volt a szöveg, megpróbálom lefordítani a szöveget, amit hallhattunk a kis trailer alatt. Szóval az új questnek a címe az lesz, hogy The New War, de ilyen érdekes volt, mert átváltott The Old War-ból The New War-ba. Egy a féle jelzés, hogy hát ez a háború egyszer már megtörtént, és most lesz egy új. Azért is készülődnek ilyen nagy csatára, ott a Sentientek nagyon sorakoztak. Viszont ugye egy Yuki szöveget hallhattunk alatta, ami nagyjából így tudnék lefordítani. Elcsábítottak téged, kihasználtak téged, és elvették a tüzet, ha jól értettem, mert annyira ilyen suttogós és hangos volt a zene, szóval elcsábítottak téged, kihasználtak téged, elvették tőled a tüzet, és akkor egyszer csak a Lotus megkérdezi, hogy anyám, mit kell tennem? És válaszol az anya, és azt mondja, hogy nagyon egyszerű, csak vedd vissza. És ugye ennyit tudhattunk meg. Hát megtudhattuk, hogy a Lotusnak van egy édesanyja, és ténylegesen megeshet, hogy a Lotus tényleg elvesztette a memóriáját, konkrétan a Sentient mi volt memóriáját, és Ballas visszaadta neki ezeket az emlékeket, és most ugye visszatért a Sentientekhez, hogy végül beteljesítse a küldetését. De hogy őszinte legyek, nekem van egy olyan érzésem, hogy az új és régi személyiség nagyon is keveredik a Lotusban, és majd még látjuk mi ennek jó részét, mi tenók, szóval szerintem nem fog minket elárulni, mint tenókat, csak most egy ilyen két fronton kell harcolnia, azt mutatnia, hogy a Sentienteknek, hogy hé, igen, jó vagyok, a ti oldalatokon állok, miközben nem akar ártani a tenóknak, de majd kiderül, hogy valójában mik a szándékok. Most valami olyasmi felé alakul a Warframe története, ami nekem, mint egy sci-fi történet, wow, nagyon-nagyon-nagyon bejön, úgyhogy mindenképp levettek a lábamra ezzel a tenókonnal, csak ez egy órával itt bemutatok, egyszerűen wow, le a kalappal, és nagyon-nagyon várom, és most ilyen overhype vagyok még a quest miatt is, mert nagyon érdekel, hogy hova folytatják tovább a történetet, hogy őszinte legyek, és milyen szinten lesz majd sentient befolyás a játékban, esetleg lehet, hogy tényleg egyszer csak valamikor el fogunk menni egy új rendszerbe, és nem csak a saját naprendszerünkben kell majd harcoljunk. Meglátjuk, hatalmas fába vágták a fejszélyüket, azt hiszem, a Warframe-esek, és egy kis türelemmel mindenképpen nagyon jó játékot kapunk. Nem feltétlenül a veteránok, de mindazok, akik újabbak a Warframe-ben, egy hatalmas és nagyon jó gémet kapnak, a veteránok pedig hát lassan kapnak csöppeket, ilyen kis, mint egy csöpögne, lassan kapunk dolgokat, de hogyha visszatekintünk ennek a játéknak a múltjára, hogy honnan, hova jött, egy nagyon durván masszív játékot kapunk, szóval
veteránoknak ezt tudom mondani, hogy így, ha valamivel nem vagyunk, vagy vagytok elégedettek, akkor csak tekints vissza, hogy honnan, hova jött ez a játék, és mennyi időt nyújtott neked ez a játék, mennyi időnyi szórakozást nyújtott a játékot, és nyújt a jövőbe, és még akkor is úgy érzek, hogy nem eleget kapunk mindig. Na de srácok, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet nyugodtan csatlakozni, link a videó leírásában hozzá. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!